Elég szellős a műhelye. Hát muszáj, mert a pol így is majdnem megöl. Csak még majdnem ezt belőle egy kis pucolásom, a pasztát ki kell szedjem, de addig össze lehet rakni. Vigyek. És akkor a műhelyen együtt a gyermét. Még egy nagyobb bőrönöket kell vágni, akkor tehát annyira, ahogy összejutani. A kardon maga az 48-as. Amúgy azért összvér, mert a penge az egy öreg penge, tehát formailag, meg stílusra, mert ez a Mária Terézia korabeli, tehát ezek a fringia pengék. Azokban volt benne a naphol csillagok, csak a túlsó oldalon a fringia fölött volt benne. Most az ki lett hagyva, ott van a szöveg. A kosár az egy 45-ös tiszti kosár, tehát az egy szabvány, annyiban nem szabvány, hogy más a minta most benne a címerek miatt. Ugye egy Győrszeg Miklós címere, meg a Békés Város címere van benne. A hüvely az pedig szintén 48-as pogácsást. Pogácsás, tehát ezekhez a... És ezt viszi a delegáció gyertyúból. Tehát a magyar tisztek azok variálták, az osztályoknak annak nem engedték, tehát azok nem tudtak. Tehát az a szeret kardok, azok mindig csak magyar részről voltak. Hány munkaóra van benne? Másfél hét, hogyha úgy mindent beleszámolok. Nem 8 órával kell számolni, tehát ilyen 12-16. Fa. Tuk csináltatva, amiben egy zöld bársony, és arra lesz így lefektetve, és úgy jöttük el. Oké, majd vissza. Jó. És mára elkészült a kard. Egy ünnepélyes alkalommal most telefényképezkedünk vele a képviselőtestület tagjai, és küldjük a Gyergyószent Miklósi testvéreinknek barátságunk emlékére, 20 év emlékére. Őrizzék meg szeretettel, tisztelettel. Jó, akkor csinálom még egyet, de figyeljen mindenki. Jó.